Ismét megtartották Debrecenben a megyei napi ünnepséget. A Hajdubihar megyei közgyűlés 17 kitüntető címet adott át neves kutatóknak, sportolóknak és művészeknek. A megyei közgyűlés a kerület 1699-es megalakulására november 22-én emlékezik. A testület 9 kategóriában osztott ki elismerést az ünnepi ülésen. Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke, beszédében rámutatott, a jövő évtől változik ugyan a testület szerkezete és feladata, de az elismeréseket továbbra is adományozni fognak. Bocska Istvánról a hajduk letelepítőjéről nevezték el a megyei közgyűlés legrangosabb díját. Ezt ebben az esztendőben a fejedelem történetét kutató hajdúszobosztói tanár Csénagy Zoltán kapta az elismerést.